Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit most Nagy Ahogy szoktuk már nagyon sok helyen, recitáljuk el a Tiszta Univerzum mantráját, OM NAM, hétszer. Om. A Zen. Hallod-e a közlekedés zaját odakint? Jelen vagy-e száz százalékig? Ezek a kérdések ugyanazok a kérdések. A Zen az egyévállás, letisztulás, kiegészülés, és valahol a lélek öntisztulásának a képessége. A testnek a tudatossága, ahogy a meg nem nevezhetőt tapasztaljuk. Mi az, ami benned lát, és használja a szemedet? Mi az, ami használja a füledet, és azt mondja, hogy csiripelnek a madarak? Mi az, ami érint a bőröddel? Cselekszik, teljes lényeddel. És mi az, amire azt mondjuk, hogy én, mert ez a címke, ez a fajta minta, amit énségnek nevezünk, ez az emberiség sajátja. Nézd meg például a kutyát. A kutya ugat, nyüsszít, csahol, vicsorít, és ez mind a kutyaságába beletartozik. A kutya nem tud kutyátlanul viselkedni. Az ember kimondja azt, hogy én és te mi, és ti, ő és ők, és elkezdi minősíteni a személyes névmások mögötti egyént vagy csoportokat. Az ember tud ember fölötti lenni, emberséges lenni, emberszerű lenni, és embertelen lenni. Miért van ez? Miért van az, hogy ezen a világon létrehozunk ennyi szenvedést, holott mindannyian boldogok szeretnék lenni? A keleti tanok mindig azt a fajta identitást, azt a végső lényeget keresték, amelyből az én és a más keletkezik, a jó és a rossz keletkezik. Ennek a lényegnek a tapasztalásához semmi másra nincs szükség, mint a gondolkodás előtti tudatba való visszalépésre. Hogy lépsz vissza a gondolkodás elé, vagy ha meghaladót szeretnél? Hogyan haladsz meg mindenféle dualisztikus képzetet? Amikor a közlekedés hangját hallod, az lehet, hogy nem elégséges erre. Ha egy határozottabb hangot hallasz, akkor az ütés pillanatában mindegyikünk tudata egy pillanatra megszűnt gondolkodni. Megszűnt énnek lenni, megszűnt másnak lenni, és ezzel tapasztaltunk valamit, amely az énség előtt vagy azon túl van. Miért fontos ez? Azért, mert annyira azonosulunk a személyiségünkkel, hogy az már-már egoizmus. Annyira hiszünk az abszolút jóban és rosszban, hogy azt hisszük, hogy a világnak csak ilyennek lehet lennie. És ha visszalépsz a tiszta, tükörszerű, nem tudható, de tapasztalható önvalóhoz, akkor látod, hogy ezt a világot mi magunk teremtjük a testünkkel, a lelkünkkel, teljes tudatosságunkkal. Mi magunk teremtjük, de nem magunknak, hanem egymásnak. Ha szenvedést teremtesz, az nem csak a te szenvedésed, az rögtön a másik ember is, aki melletted van, aki a szomszédban van, aki össze van veled kötve tízezer dróttal. Ha boldogságot teremtesz, akkor az sem csak a tiéd, hanem ugyanúgy mások is. A zen tehát nem csak a felébredés és mások segítésének az útja, ezt minden mahajána irányzatban olvasod, hanem annak a szellemi felnőtté válásnak az útja, hogy tapasztald meg ebben a pillanatban, hogy a gondolkodásod, az érzelmeid, a beszéded és a cselekedeted milyen világot teremt. Az érzékszerveiddel pedig tapasztald azt, hogy mások milyen világot teremtenek neked és ennek az összhangjából áll össze az élet és a halál tapasztalata. Az emberiség évezredek óta hivatkozik transzcendens lényekre vagy minőségekre, hogy mi miért vagyunk ilyenek. Miért kell ilyeneknek lennünk? Miért kell ilyen életet élnünk és ilyen halált halnunk? Miért kell így viszonyulnunk egymáshoz és a Földhöz? A zen nem állítja vagy tagadja ezeket a szakrális vagy vallásos nézeteket. Sokkal inkább arra az alanyra koncentrál, amelyik elhiszi ezeket, és végső soron teremti ezeket. Hogyha meglátod minden világnak a teremtett voltát, akkor eljutsz a Teremtőhöz. Ha meglátod azt, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat működésképtelen, és ezért nem érheti el a felébredést, visszatérsz a pillanatba. Ebben a pillanatban dől el minden. Ebben a pillanatban összpontosul minden karma, a múlt, a jelen és a jövő. Ezért helyezünk akkora hangsúlyt a tiszta, tükörszerű tudatra, a jelenlétre, és ezzel a pillanat tapasztalatára. Nézd meg, hogy mikor hozott ki valaki utoljára a sodrodból. Hány órával vagy nappal ezelőtt, hogyan veszítetted el a jelenlétedet? Hogyan lettél a saját karmádnak hosszabb vagy rövidebb ideig az áldozata, akár egy haragszerű reakcióval, akár egy kényszeres kapzsiságszerű reakcióval, legyen az a stressz evéstől kezdve a hirtelen bevásárlásig. Ezeket a dualitásokat nem valaki vagy valami más ülteti belénk. Ezt mi hozzuk magunkkal a tárháztudatunkban, amikor megszületünk. És a mi dolgunk talán az, mint emberiség, hogy rálássunk a valódi helyzetünkre ezen a földön, rálássunk arra, hogy ez a bolygó pont olyan, ami ennél tesszük, és a tudatállapotunkkal nem csak magunknak, hanem másoknak is felelősséggel tartozunk. Mit tehetsz hát az gyakorlat által. A legelső, hogy megtisztulhatsz, és azt a sok zajt, amit viszel magadban, azt ki tudod pucolni, el tudod engedni. Igen, de a zaj mellett mindig ott van a jel. Most mit látsz? Most mit hallasz? Most mit csinálsz? Most mit gondolsz és mit érzel? Ezt a jelt, ezt lásd jól. Tapasztalt helyesen. Mert ha így teszel, akkor esélyes, hogy másoknak a gondolatait, érzelmeit, cselekedeteit és beszédét is előbb-utóbb helyesen látod. Helyesen tapasztalod. Szókratész gyönyörűséges technikája az volt, hogy visszakérdezett, hogy jól értem -e, hogy, és elismételte azt a mondatot, amit a partner mondott. És kiderült a beszélgető partner reakciójából, hogy hát ő bizony nem ezt mondta. És ez addig ment oda-vissza látszólag haszontalanul, de mélységes bölcsességgel, még el nem jutottak oda, hogy tényleg megértették -e egymást. És akkor hirtelen vége lett a párbeszédnek. Mi emberek keressük a különlegeset, azt a fajta megoldást, amely valahol alászálva megoldja a problémáinkat. A zen azt jelenti, hogy befelé fordítod az energiádat, és belül találsz meg valamit, amely aztán a külsővel egyéválva egy minőségi ugrást jelent fölfelé. Mindenki ismeri az Aladdin és a csodalámpa mesét. Ez egy gyönyörű szufi allegória a benső útra. Amikor elindul a barlangban, akkor fordult valójában a saját tudattal felé. És hogyha bármilyen kincset megérint, és azonosul bármilyen jó karmával, az ugyanúgy megköti, mint hogyha rossz karmával azonosulna. Amikor Aladdin megtalálja végül a csodalámpát, az nem is tűnik olyan csodálatosnak, hanem egy ilyen ütött-kopott rézlámpásnak, amelyet ki kell hozni a barlangból, és az erőfeszítés csiszolóanyagával egy kis homokkal szépen meg kell fényesre csiszolni, és akkor a gin előjön belőle, és megkérdez, hogy mit szeretnél, kedves gazda. A lényeg megtalálása nem elég. A felébredés nem elég. A karmával való azonosulás felszámolása szükséges, de nem elégséges. A lényeget a napvilágra kell hozni, egyik kell válnia a bensőnek és a külsőnek. És amikor a tapasztalat a sok-sok homok a tengerben, a tapasztalattal ezt a lényeget szépen egyben látod, akkor látsz tisztán, hallasz tisztán, és igaz természetet tényleg úgy működik egy idő után, ahogy kell. Tehát az nem végtelenül egyszerű tapasztalati út, melyben szellemi autonómiádat elnyered, igazi önvalód tapasztalása által. Ennek négy alapelve van. Az egyik nem támaszkodás az írásokra. Olvashatsz, amennyit -e, szeretnél, sőt, olvas. De nehogy azt hidd, hogy a könyvben van a megoldás. A helyes tanítás visszavezet önmagadhoz úgy, hogy az eddigi önképeidet teljesen elveszi. Önképek sorozata vagyunk, és önvalónk tapasztalatának a hiánya az a téves nézetek és a vakság okozója. Második. Közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Kiveszünk minden szimbólumrendszert, minden magyarázkodást, minden olyan köztes terméket, amely lefordítja a valóságot, akár a bensőt, akár a külsőt. Nem lefordítani kell, látni kell. Közvetlenül tapasztalod a karmádat, amikor az en-meditációt gyakorlod. Azért tapasztalod, hogy utána lásd azt, ami mentes a karmától. Azt, ami az alfa és az omega egy helyen. Ami a karma teremtésének és megszűnésének a helye, mert ez ugyanaz. Harmadik. A felébredés egyenlő igazi önvaló tapasztalatával. Nyugaton az Isten érvek és Isten ismeret szerveződött több könyvtárnyi teológiává, keleten a megvilágosodásról alkotott nézetek rengetegen vannak, és mégis egyszerűen és tisztán igazi önvaló tapasztalata a felébredés. Negyedik, tudattól tudatig közvetlen átadás. Nagyon sok formalizmust, ceremóniát és egyebet láthatsz keleten és nyugaton egyaránt, és a keletiek fölismerték, ha nem jön létre tudattól, tudatig való közvetlen kapcsolat, tanító és tanítvány között, akkor az átadásnak csak rituális értéke van, de spirituális értéke nincs. Mert nem nőtt föl a tanítvány a tanító közelébe. Ez a négy alapelv az, ami a Zent zenné teszi. Itt nem hallottatok semmilyen tételes vallásos dogmatikát. Eredetileg a zen Indiából ment Kínába, és találkozott a taoizmussal és a konfucianizmussal. A koreai és a japán zen a mai napig, és ami Kínában maradt belőle, viselik ennek a háromnak a szinergiáját. A buddhizmus és a taoizmus találkozásából lett az egyszerű és tiszta közelítés a rendszerszerű és strukturális közelítés helyett ahol az elme valami nagyobbat szolgál, mint önmaga, mint a saját analitikus vagy rendszeralkotó képessége. A konfucianizmus pedig hierarchiát hozott, egy olyasféle családi és társadalmi nézetet, hogy igen, van értékhierarchia egy csoportban. Kik az értékesek? Kik az értékhordozók? És a buddhizmus és taoizmus nagyon szépen föltöltötte ezt a rendszert egy olyan tartalommal, amely már más volt, mint a tradicionális, konzervatív konfuciánus elv. Úgyhogy az en gyakorlatából szellemi felnőttség, szabadság és felelősség, felébredettség és helyes gyakorlat, helyes életvitel egyszerre származik. Valójában az zen négy alapelve az ezer évvel azelőtt kimondott, Sákyamuni Buddha által tanított négy nemes igazságnak a teljes meghaladása és beteljesítése egyben. Miért? Abból, hogy ismerjük fel a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját, ebből szútrák ezreit gyártották, sőt tízezreit. Ezer év alatt ezeket enyhén szólva túlolvasták. Mindenki a buddhista világban szuperművelt volt, főleg a szerzetesek, szerzetesnök, de bizony a világiak jó része is, de ekkor elkezdtek ragaszkodni az írásokhoz. Elkezdtek a gondolatokban elveszni, és azok hiába voltak helyes gondolatok, hogyha csak olvasol, gondolkodsz, művelődsz, nem jutsz el a forrásig. Nem jutsz el az eredetig. Nem jutsz el addig, amely még vagy már nem szóbeliség, nem fogalmiság, nem az elme, vagy annak működése. Ezért a Zen négy alapelve megújítja a gyakorlatot, és visszavezet mindenkit a kezdő szellemiségbe, hogy tisztán tapasztaljunk. És ez az egyszerű és tiszta, ahogy a Tao Te Ching is kezdi, nem szóba fogható. Mert ami szóba fogható, az nem az örök út. Szerintem bevezetésnek ennyi bőségesen elég, és most örömmel várom a hallgatóság kérdéseit ezzel kapcsolatban lenne kettő kérdésem. Egyik, hogy mi a lélek és a tudat? A lélek a szoftver, a test a hardware, a tudat az operátor. Na most egy kicsit bővebben, hogy ne légy ilyen csalódott. A lélek gyakorlatilag az, ami ugye mentál testnek mondható, és energiatestnek így egyszerre. Amikor megszületünk, akkor a lélek választ egy testet, szülőt, családot, környezetet, és időpontot, ahol folytathatja azt a karmát, amelyet korábbi életeiben fölhalmozott. Hogyan halmozta fel? Az összes érzékszervi tevékenységgel, elmebéli gondolati tevékenységgel, az érzelmeivel, a beszédével és a cselekedeteivel. Van egy olyan tudatfunkciónk, amely megcímzi a jelenségeket. Ezt kancsónak hívjuk. De ő nem mondja, hogy én kancsó vagyok, ezt mi mondjuk. Tehát a jelenségeknek neveket adunk, utána elkezdjük ezeket egymáshoz viszonyítani. Ez egy nagy kancsó. Ehhez képest egy kisebb, az egy kicsi kancsó. Egy nagyobb, az pedig egy sokkal nagyobb kancsó. Erre azt mondjuk, hogy egy közepes hosszúságú zenbot. Van ennél rövidebb is, és hosszabb is. Tehát a második tudat az az úgynevezett minőségteremtő, vagy dualitás teremtő, és ebben a tudatszegmensben keletkezik az én képzet is, az azonosulás is, és amit te megcímeztél jónak, rossznak, énnek, másnak, bármilyen minőségben a jelenségek közül, az eltárolódik a harmadik nagy lélekrészben, a tárháztudatban. Tehát kognitív, címkéző, analizáló tudat, megkülönböztető, minőségteremtő, dualizáló tudat, és tárház emlékező tudat. Ez ül az öt érzékszerv tetején, mint látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés. Amikor megszületünk és felvesszük ezt a testet, akkor az első hat beindul. Mert agyműködés nélkül nincs kognitív működés. De megkülönböztető és emlékező tudatosság van, ez álomállapot például, és testen kívüli állapot. A lélek tehát, így a mi szemléletünk szerint, az a mentáltest, amely a hetedik és nyolcadik egyben. Tehát amikor meghalsz, ez lép ki a testből. Ennek a tartalma, hogy milyen emlékeid és milyen azonosulásaid vannak, ezek kijelölik a következő születés vektorait. Mi az, amit te még mindig énségként viszel magadban? Jóként és rosszként viszel magadban. Megteendő dolgokként viszel magadban, vagy pedig mindenképpen tartózkodom tőle dobozban viszel magadban? Ezek a tartalmak diktálják, hogy a következő születésed hol lesz, és a szoftver hol kapja meg a hardvert újra, hogy tudjon működni. Mert, hogyha nem kapunk új testet, nem tudjuk a karmánkat sem továbbvinni, sem szaporítani, sem csökkenteni, sem meghaladni. Ezért a legnagyobb tanítók is emberi testben kellett, hogy szülessenek ahhoz, hogy elérjék a felébredést, és tanítsanak minket. Tehát amit te látás, hallás, szaglás, tapintás által és a többi teremtettél, az csak egy olyan, ugyanilyen rendszer felvételével tudod bármi módon módosítani. Tehát már ezért is tessenek hálásak lenni, hogy emberi testet kaptunk mindannyian. Mert például tudunk beszélgetni, mert van szánk, meg agyunk, meg fülünk, enélkül ez nem menne. Tehát minden, amit hoztál magaddal, az egyrészt jellemző a születésed körülményeire, másrészt pedig csak emberi test felvételével tudod a karmát módosítani. Bármilyen irányban. Tehát a lélek az a mentális információ és energia, amelyet az identitás az azonosulás kapcsol, vagy ragaszt össze. És a tudatosság, amit elérsz, hogy lélek tudatosság, látod, hogy mit gondolsz, látod belül, hogy mit érzel, és mielőtt odavágnál az előtt, szépen a haragot kiveszed. Ugye? Ez a tudatosság lenne az operátor. De ha nem, akkor csak a saját karmák automatapilótáján vagyunk. Honnan tudod, hogy azt mondja a jelölt, hogy nem volt más választásom? Igen, lett volna, csak nem lát. Tehát a tudatosság az, ami egy akkora teret ad belül és kívül, hogy a karmád nem tudja teljesen kitölteni. Mindig van választási lehetőséged, mindig van tér és tükrözés, amely által rálátsz a karmádra. Ez lenne a tudatosság, ez lenne az operátor optimális esetben. Most amilyen tiszta a tükröd belül, olyan tiszta ez az operátor. Ha nem, akkor a hardware-szoftver automatizmusai viszik az egészet előre, neki a falnak, bele a szakadékba, így sértjük meg egymást, így sérülünk egymástól, hihetetlen. És a tan, a megvilágosodottak üzenete elmondja, hogy ennek nem kell így lennie. Van lehetőségünk ezen változtatni. Felébredettségünk és tudatosságunk mértékében tudunk ezen változtatni, és téves nézeteink, kapzsiságunk és haragunk mértékében szenvedünk és szenvedtetünk. A második kérdésem, a, a harmadik fogalommal kapcsolatban az elme, hogy um, mi a bizonyítok arra, hogy um, hogy nem az elme hozza létre ezeket a fogalmakat, mint hogy um, tudat, az elme hozza létre ezeket a fogalmakat, és ezzel nincs is semmi baj. De mi a... Nem lehet, hogy csak elme van, ami... Hallgassál? Elfelejtettél beszélni? Mond. Tényleg. Látod? Elfelejtett. Mondjad. Ennyi, ennyi, volt a kérdésem, de... Um... volt. Azt hiszem válaszoltál is. Visszavonultál. Köszönöm. Köszönöm. És szívesen. Azért volt jó a kérdés, mert nézd meg, a nyugati elme iszonyatosan fél attól, hogyha ő megszűnik gondolkodni, akkor mi lesz? A Descartes azt mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok hogyha megszülünk gondolkodni, és beáll az a kicsit szabad, téres, üres állapot, akkor azt érezhetjük, hogy új Isten, mi lett velem? Hát te jobban lettél. De az én képzeted az eltűnt, mert az is gondolatokból állt össze. Tehát az én képnek az eltűnése nem egyenlő a halállal. Sőt, ha nagyon erős az én képed, az egy halálos probléma úgy gondolom, hogy a gyerek válasz szülőt, ugye? Tehát amikor lejön a lélek, ő választja meg, hogy hova. Nem csak. Nem csak, tehát a szülő is. A szülő természetesen alaphelyzetben nem tudja, hogy milyen lélek születik le hozzá, de a saját gyakorlatával, a saját tudatosságával, a saját karmájának a tisztításával bizony-bizony beszabályozhatja, hogy milyen lélek születik le hozzá. Tehát nem Nagyon véletlen, komolyan. aki oda jön? Sosem egyoldalú a dolog. Nézd meg, hogy milyen tudatosságú családok vannak. És nézd meg, hogy egy szülőpárhoz milyen gyermek születik. Mm. Innentől kezdve látod az egymáshoz tartozás törvényeit. Tehát tudatosabb, felébredettebb a család, más karma születik le hozzá, mint akik kevésbé gyakorolják a tant és egy rakáskarmát visznek magukkal és honnan tudom, hogy ezt a lelket, aki lejött, én jó irányban vittem, tehát a karmáját, és ő is az enyémet. Honnan, hogy boldogok vagytok. Akkor miért van ennyi elvált szülő gyermek? Mert nem ismerik a törvényeket, az íratlanokat, a lélek törvényeit, a család törvényeit. Ha ismernék, nem okoznának egymásnak szenvedést. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy gyakran előfordul velem, hogy működik már a gondolkodás, a cselekvés és a beszéd is, viszont az érzelmek általában nem követik ezt a három dolgot. Ezt a... Tehát tudom, hogy nem azt kéne éreznem bizonyos helyzetben, de sokszor érzek aggodalmat, félelmet, pedig tudom, hogy kéne éreznem, és úgy is cselekszem, ahogy gondolkodom, és úgy is beszélek, de az érzelmeim azok egészen más utat követnek hogy ezen hogy tudok változtatni. Láthatóan pár kapcsolatban élsz. Így van? Igen. Hát akkor két úton tudsz változtatni. Az egyik, hogy meditálsz, és befelé nézel, és megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És akkor az összes aggodalom, az érzelmi zaj, amit mondtál, az úgy előbb-utóbb felfedi a saját gyökerét. A másik út pedig belekapaszkodsz a párodba, átöleled, és azt mondod, hogy nagyon szeretlek, és kérlek szépen nyugtassál meg. És akkor ez előbb-utóbb bekövetkezik. De csak addig, ameddig belül ezt engeded. Tehát az egyéni munka és a párkapcsolati munka együtt kell, hogy történjen. Tehát nem lehet externalizálni mindent, és nem várhatod el, hogy a párod mindig megnyugtat. De ahhoz, hogy mondjuk egy nagyon komoly érzelmi szinergia legyen ember és ember között, nő és férfi között, ahhoz elengedhetetlen az a jelenlét, amelyben nincs jelen az állandó zizi, az aggodalom, a szétszakadás a múltra, a jövőre, stb. Tehát ezt egyénileg és láthatóan párosan is tessék szíves gyakorolni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a zen az miért pont a táncján? lövi ki, mint tudati fókuszt. Ha a klasszikus jogát nézem, az körülbelül a harmadik csakra. Hát Tehát alulról. A, alulról, igen. Hát hogyha onnan kezdjük, akkor harmadik. Ott van a gondolat előtti gondolat, vagy ott van a... Gondolat előtti tudat. Tudat. Aha. A gondolat előtti gondolat, ez egy olyan paradox, vagy kicsit fából vaskarika, és nem minősítem a kérdésedet, amit a nyugat legyártott jobb hiány, Mert az első könyveket, Tudorok fordították, és nem gyakorlók. Most képzeld el, hogy egy orvosi könyvet nem orvos fordít. Egy mérnöki szöveget nem mérnök fordít. Tehát ez megengedhetetlen. most hogy van az, hogy a darmának a szövegeit olyan emberek fordítják, akik értenek a szótárhoz és a mondatfűzéshez, de nem gyakorolták soha azt, amit éppen fordítanak? Tehát ilyenből Rengeteg van, és ezen az úton keletkeztek olyan félrefordítások és fogalmi zavarok, amik az elmeszintjén logikusnak hangzanak, de nincs tapasztalati háttér. Ott van a levegőben valahol. Tehát van olyan paradox, például az enkoanok -ok mindegyike valahol paradoxon tartalmaz, amely mögött tapasztalati valóság van. Magyarul azt a quant valaki megoldotta, nem egy ember, több generáció megoldotta azt a quant, és hogyha mondjuk Magyarországon is ilyenek fordítják, akkor az a kóan nem félreérthető, hanem pont abba az irányba visz, oda futtat, azt a paradoxont és úgy állítja fel az elmében, hogy utána a meghaladás felé tudjon menni. Na most a tantien praxis, akár csak karmalátásról vagy tisztításról van szó, azért fontos, mert ott nincs külön információ tartalma az energiádnak. Magyarul csak elektromosság. Itt mikrohullámú sütő, itt egy kis televízió, itt egy kis zenelejátszó, itt egy kis komputer, itt meg ilyen vészkiárat. Nagyon fontos, hogy a gondolkodás előtti tudatot nagy tével azt tapasztaljuk. És ennek vannak meditációs technikái. Miért? Amikor a felső három főcsakra, a szív, a torok és a homlok túltöltődik, akkor érzed magad válságban stress alatt, akkor nem tudsz figyelni. Akkor tagolódik szét a beszéd, a gondolkodás, az érzelem és a cselekedet. Akkor érzed úgy, hogy nincs választási lehetőséged. Tehát, mindig van egy egészséges tantien fókuszod, akkor soha nem fogja a három felső fő csakrának az információt tartalma az energiádat, a csít vagy a pránát úgy fölfelé rántani, hogy agyvérzés vagy szívinfarktust kapsz tőle. Pedig ez nagyon gyakran megesik. És nem kéne, ezt el lehet kerülni. Úgyhogy a tantien az, ahol még vagy már nem differenciálódott semmi mentálisan, vagy fizikálisan, mert hát hogyha lejjebb mész, akkor a fizikai differenciálódás van, és erre is szükség van, amikor mondjuk gyermeket szeretnénk. Közel Meditációval hozzá. kapcsolatos kérdésem van, hogy hogyan tudok legjobban fókuszban maradni. Nem tudom mennyi ideig sikerül, és jönnek a gondolatok. Akkor megint elcsendesítem, és megint jönnek a gondolatok, és akkor már egyre több jön. Uh. Látod ezt a botot? Igen. Látod ezt a botot? Igen. Látod ezt a botot? Igen. Nagyon sokáig sikerült fókuszálnod, gratulálok. Te vagy ennek a helynek a gazdája, Petra, és nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. És mint joga gyakorló, biztos ismered ezt a mondatot, joga, as, csitta, vritti, niroda. Amikor arról van szó, hogy helyes ászana és pránájám a gyakorlat, akkor az az elmének a felesleges hánytorgásait, a vrittit, azt fel tudja függeszteni, és ez a felfüggesztett gondolkodás előtti tudat, a felfüggesztett elme tevékenység, és így a gondolkodás előtti tudat, ez a niróda állapota, amely előszobája a gyánának és a szamádinak. De mondjuk a pratyahára és a dárana ott van előtte. És hogyha a jámát és a niámát betartjuk, akkor az erőfeszítés nem megy veszendőbe ahhoz, hogy te megfelelően tudj fókuszálni, ahhoz a testnek, az energiának és a tudatnak egyszerre ebben a pillanatban kell lennie. És nem úgy, hogy megfogtad ököllel így, mint hogy beszorítod, mert ezt sokáig nem lehet így tartani. Hanem körülbelül úgy, ahogy három követ egymásra helyezel, és azok egyé válnak. A zen ezért mondja, hogy most mit látsz, most mit gondolsz, most mit teszel. Most mit érzel? És hogyha ezek mind ebben a pillanatban jelen vannak, és egyetlen tükörben látszanak, akkor úgy fókuszálsz, hogy nincs benne erőfeszítés, nincs benne görcs, magyarul nem tudsz bele kifáradni. Tehát a jelenlét gyakorlata az a helyes tudatosság gyakorlata, és a helyes tudatosságból jelenlét származik. Itt nincs külön ez a kettő. Amikor a zent gyakoroljuk, akkor a tudatosság nem csak így a látómezőben van, hanem 360 fokos körben elől, hátul és oldalt ugyanaz az éberséged, sőt lent és fönt is. Ez a fajta tudatosság úgy van fókuszban, hogy nagyon-nagyon szilárd energetika van mögötte, és az a fajta három energia, amivel mi élünk itt a Földön, ez harmonizálódik és egyé válik. Ez a három energia, koreaiul a wongi, eredeti energia, amit lehozunk, ez a léleknek az információ tartalmától, az akaratvektoraitól és a feltöltöttségétől, energiállapotától függ. A másik a dégi, a nagy energia, amely az univerzum maga, ami rajtunk ugye látszólag kívül van, és az ezt összekötő harmadik energia, ez a kongi, a légzés maga. Tehát, hogyha figyeled a légzésedet, és mondjuk egy Asana Pranayama a sorozatban azért azt illik, a benső a vongi, és a külső a dégi egyé válik a kongi tudatossága által. És amikor a három egyé válik, az a hapki vagy aiki japánul, ez a harmonizált vagy egyé vált energia. Na ebből jön az a fókusz, amit egy idő után csak lerombolni lehet, de legyőzni nem és ez a jogával is elérhető, ez a jó hír, csak ki kell lépni, vagy meg kell haladni a puszta formákat. Tehát, ha csak a formát gyakorlod, akkor azt az egyetlen egy plusz lépést nem teszed meg, amiről a forma szól, amiért az egészet gyakoroljuk. És le kell tudni ülni teljes mozdulatlanságban, és tapasztalni azt a jelenlétet, amelyet mozgásban is, légzés tudatossággal is, és a többi. Úgyhogy akár a nagy hindusztáni alapú rendszereket nézed, amely India, Nepál, Bután, Tibet és Mongólia, vagy pedig a Kínába átkerült és az előbbi szinergiákkal dúsított Kína, Korea, Japán, mind a két kultúrkörben nagyon-nagyon hasonló dolgokra jöttek rá. Nagyon hasonló pontokat jelöltek ki. Lehet fogalmakat összehasonlítani, de inkább válasz egy nagy tant, azon belül egy számodra vihető irányzatot, és csináld alázattal, kötelességtudással, felelősségérzettel legalább tíz évig. És akkor lesz valami. És nyugodtan érdeklődj, menjél el a spirituális bevásárlóközpontba, és töltsd meg a kosaradat nagyon fényes demoverziókkal. Nyugodtan, próbálj ki mindent. És hogyha te ténylegesen, őszintén megismerted a lehetőségeket, akkor válasz valamit, ahol a tanítóban, a tanításban, és a tanítványi közösségben egyaránt meg tudsz bízni. Ahol oda tudsz tartozni. És akkor esélyes, hogy a gyakorlatod elkezd mélyülni, és haladsz az úton. Jó. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy én úgy gondolom, hogy uh, igyekszem másokat nem szenvedtetni. Viszont uh, nehezen viselem, amikor ez fordítva történik, akár akaratlanul, uh -huh. de szenvedtetnek uh, a hétköznapokban. Nem tudom ezt jól kezelni, és nem tudom, hogy mi ez, amit érzek, amikor szenvedtetve érzem magam. Ha ezzel a bottal valaki fejbe üt téged, az kinek a hibája? Az enyém, mert nem védtem ki. Félig a tiéd. A másik fele azért az az emberé, aki meg akart ütni a bottal. Ebből a válaszból kiderül, hogy túl sokat válasz magadra. Tehát ha azt is magadra vállalod, ami nem a te felelősséged, mindig szenvedni fogsz. Hogyha azt nem vállalod magadra, ami a te felelősséged, akkor mindig szenvedtetni fogsz. Tehát nézd meg, valaki elindítja ezt az ütést, úgyhogy te ezt nem váltottad ki láthatóan. De valahol mégis egy időben, egy térben vagy ezzel az emberrel. Ez hogy történt? Milyen közös karmátok van? Tehát, hogyha így megnézed a viszonyt, akkor már is van valami közöttök egymáshoz, amelyet eddig nem vettél észre. És utána a következő. Nem biztos, hogy védekezni kell, egyszerűen ki kell térni az útjából. Ugyanis az üres teret nem lehet megütni. Az embert igen. Az embert addig lehet ütni, amikor már nagyon fáj. Nagyon fáj. És van, amikor összeszakad, és esetleg bele is hal. Tehát védekezni egy ideig lehet, de nincs olyan védelem, amit ne lehetne áttörni. De az üres teret nem lehet megütni. És ez nem a menekülésnek a, az apoteózisa, és nem a harcnak a lebecsülése. Tehát nézd meg, hogy egy adott pillanatban neked harcolnod kell, vagy menekülnöd kell, vagy csak jelen lenni és látnod kell. De ne fagy le. Van egy ilyen mondás, ha megütnek egy bottal, akkor nagyon valószínű, hogy ott hajtad a fejedet ahol a bot ütött. Köszönöm szépen. Szívesen. Engem az úgynevezett fekete bárányok érdekelnének, ugye ezt a kifejezést jelző általában mi családi körülmények között használjuk az olyan személyekre, akik nem nagyon tudnak beilleszkedni abba az adott családi környezetbe, és gyakran úgy érzik, hogy nincs is semmi hasonlóság a család többi tagjával ha már egy családba születtünk, lássuk már meg azt a karmát, ami összefűz minket, és nem azt, ami elválaszt. Épp elég individualitás van, nőjünk föl, találjuk meg az utunkat, de az egymáshoz való tartozást azt lehetőleg ne akarjuk figyelmen kívül hagyni, mert abból nagyon, nagyon sok szenvedés, rossz eredmény származik. Úgyhogy a fekete bárányok azok ilyen nagyon komoly megkülönböztetéssel kezdődnek, már korán gyermekkorban, Kőkemény alkotó magatartással, és amikor felnövünk, akkor belátjuk, hogy ez mind szükségtelen. Tehát, ha valaki fekete bárányá válik a családban, akkor kutya kötelessége ebből a szerepből kilépni, ezt meghaladni, nem visszafele ítélni, és megmutatni azt, hogy a juhásznak az összes báránya ugyanazt csinálja, akár fekete, akár fehér. És akkor előbb-utóbb oldódik ez, és nem a miért kezdetű kérdésekkel fog ez oldódni, hanem a hogyan kezdetű kérdésekkel. És amikor a hogyanokat, a mostani életünk sarkalatos pontjait tisztáztuk, akkor a mikor kezdetű kérdések nagyon fontosak. És akkor nagyon sok karma meg tud mutatkozni, például az, hogy a fekete bárányt akarták-e vagy sem. Hogy született, hogy nevelték, mielőtt tudatára ébredt, hogy ő kicsoda, milyen impulzusok érték. És ugyanezt a fehér esetében is. A legnagyobb tanítás a pásztornak az, amikor a fekete bárány és a fehér bárány összefog, és egyszerre leülnek az asztalhoz, és elmondják a pásztornak, hogy a fekete-fekete, a fehér-fehér. De hogyha azt mondja erre, hogy az egyik jobb vagy rosszabb, mint a másik, akkor mind a ketten elmennek, és soha nem akarnak a pásztor közelében lenni. Én egy kicsit kapcsolódnék azt hiszem az előző két kérdéshez. Ha akarsz változtatni, és szeretnél változtatni, de generációs különbség van, és úgy érzed, hogy nincs meg ugyanaz a gondolkodás, amit te mondjuk te elkezdtél, vagy egy utat elkezdtél és szeretnél javítani a köztetek lévő különbségen, de a másik oldalról nem kapod meg a segítséget, azt hogy lehet megoldani? Mondd, hogy mi a másik oldal, vagy ki a másik oldal? Szülő. A szülőt visszatanítani nem lehet. Tehát te a szülő szemében mindig gyermek leszel, hiába nőttél föl, és van mondjuk két gyereked. És amikor a szülők felé te megnyilvánulsz, akkor nem tudsz kilépni abból a gyerek szerepből, amely az ő 20, 30, 40, 50 éves tapasztalatuk veled. De egy valamit tehetsz, egy olyasféle nézőpontot, ahol ő neki nem kell szülőnek viselkednie, ahhoz, hogy téged ne gyereknek nézzen. Na most az ebből való kiléptetés az egy óriási alkímia, az egy hatalmas átalakulás, és ez nem az elszemélytelenítésnek az útja, hanem a viszonyrendszer megváltoztatása. Például, megkérdezheted, hogy anya, az ég kék, ugye? Én is így látom, anya, hogy az ég kék. De attól, hogy te az anyám vagy, a te eget kékebb, mint az enyém. És akkor nagyon-nagyon sok mindent ezen az alapon el lehet kezdeni elintézni hogy rosszúval objektíven lássuk a dolgokat, ezt nem szeretem használni, mert félrevezető, tárgyas, néha egy kicsikét ember talán. De azt, hogy egy érzelmet úgy lássunk, ahogy van, ahhoz le kell tudnunk vetni a saját szülőrendszerünket. szüleinktől nem azt kérjük, hogy ne legyenek a szüleink, hanem azt kérjük, hogy ne a szülői alapon szűrjenek, hanem úgy lássanak minket, ahogy mi vagyunk, és a mi helyzetünket is, ahogy mi vagyunk, és nem a te vagy a gyerekem szülőrendszeren keresztül. És akkor elkezdhető egy világosabb családi kultúra, amely elég komoly és kemény munka, és rengeteg együttérzést és türelmet igényel. Apróság. Amikor én 1990-ben zennel kezdtem el foglalkozni, akkor megboldogult, de akkor nagyon aktív orvos professzor atyám elkezdett velem beszélgetni a zenről. És ő volt az, akinek ott volt a prof. doktor az elején, a Virág Szabolcs az egyharmadánál, a feléig, utána pedig a névjegyének a végéig alig fértek ki a rövidítések. Tehát az MD, DSC, DR, FIL és a többi. Tehát éppen intellektuálisan nem volt rosszul eleresztve, és mai napig hálás vagyok azokért a beszélgetésekért, amelyekkel egy nem rossz nyersanyagot eléggé okos emberré tudott nevelni. Most innentől kezdve apám olyan kérdéseket tett fel a zenről és nekem, amelyeket nem lehetett kielégítően megválaszolni számára, mert ott volt a tudományelmélet három alapvetése, hogy kísérletileg igazolható, logikusan magyarázható, és mindez ismételhető kell, hogy legyen, hogy bizonyítékként fogadjuk el. És mondom, apa, erre külön bizonyíték nincs. Itt Ittűsz előttem, emberi lényként ki tudtad mondani azt, hogy én. Milyennek az énnek a forrása? És erre persze, hogy nem tud válaszolni, csak jön megint a tudomány, és rengeteg ilyen vitánk volt. Nagyon sokáig, kb. két évig nem láttam át, hogy ez valójában miről szól. Nézd meg a férfi és az apa szerepét a családban. Ahogy az anyuka az érzékszervi síkért nagy részt felel, hogy mit veszünk, mit eszünk, hogy alszunk, hol élünk, mint otthon, hogy rendezzük be, Ezeket az érzékszervi dolgokért a nők fantasztikusan jól tudnak felelni. A férfinek mi lenne a dolga? A mentális irányszabás, az a tudatforma, az az elmeműködés, amely a családban van. Tehát ha ezt egy apától megvonod, mert te átnyergeltél egy másik szellemi apának az irányvonalára, amely szungszán zenmester, számomra mai napig, mint szellemi atya, Innentől kezdve az apa állandóan vitatkozni fog a fiával, mert úgy érzi, hogy ő a családi hierarchiában nincs a helyén. És képzeljétek el, hogy két év heti beszélgetése után, mert minden hétfőn én visszatértem a zen szangából a családi lakásba, és otthon az úgy ment, hogy a nappalin, ahol apu aludt, azon keresztül jutottam el a saját szobámig. És ő ott volt, és menetrendszerűen fél tíz és három tíz között ott voltam, és megkérdezünk, hogy fiam, te valójában mit csináltál oda fönt a Szabadsághegyen? Ez szinte minden héten megtörtént, és szinte minden héten vitatkoztunk. És egyszer így meditációnak legyen hála, egy teljesen más válasz jött így az elmém felszínére, és azt mondtam, hogy apa, mi nagyon sokat beszéltünk erről, és szinte mindig vitatkoztunk. Én el szeretném kerülni a vitát. Én arra kérlek, hogyha azt látod, hogy hibázom, akkor szólj. Azóta nem kérdezett az ára. Miért? Mert visszahelyeztem a helyére. Tehát az apát mentálisan a család fejévé kell tenni, ha pedig ezt nem tudja, tudatosítani kell, hogy apa fej, te vagy a család fő. Itt vannak a gyerekeid, itt van a feleséged. Mentálisan te hol vagy? Hogy tudod elmében Tudatilag meghatározni a családnak a haladási irányát. Van-e ilyen a fejedben? És fiúk, férfiak és nagypapák, tessék szíves ezt valahol belőle játszani. Mert ha van probléma a társkapcsolatban, akkor az onnan is indulhat, hogy a nő nem talál olyasféle tulajdonságot az elmédben, a gondolkodásodban, amit tisztelhetná. És ha ez nincs akkor az alapvető viszony sérül. Na most innentől kezdve, hogy apám ezt megkapta egészen 1997-ig, amikor ki nem látogatta Koreába, nem kérdezett az erről, és 97-ben is csak úgy, hogy Sung San mesterrel találkoztak kint Dél-Koreában, egy gyönyörű templomban. Az volt életem egyik legboldogabb napja, különösen azért, mert anya is ott volt. És egyszerre bementek a szobájába, ahol én is ott voltam, meg még egy nagy tiszteletű szerzetes, és apám fél órán keresztül beszélgetett az enmesterrel és úgy érzem, hogy amit megtudhatott, azt megtudta. Egy nagyon együttérző, nagyon jó találkozás volt. Egyéb kérdés? Én a tantiénnel kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Még kezdőszinten igazából csikónokat tanultam, és ugye itt a meditációnál is szó van, hogy a tantiénnel összpontosítunk. De én úgy veszem észre, hogy amikor leülök egy meditációra, sokkal nehezebben érem el azt, hogy lecsendesedjek. De amikor a nagy van, ahol a legtöbb energiát gyűjtjük össze, ott igazából, jó, én még ott tartok, hogy max. 30 percig tudom kiállni a nagyfát, de sokkal gyorsabban érzem, és ugyanúgy azt az energiát a tantéján mentjük le, az alsóba. Hogy ez mikor fog tudni nekem a meditációban, vagy... Hogyan Jó fog ez összekapcsolódni? Van. A nagyfaállás is meditáció, gyakorold azt? Igen, de akkor tényleg sokkal gyorsabban. A kérdés kikapcsol. az, hogy mennyire tudod megtartani? Igen. Mert a nagyfaállás az egy elég specifikus valami? Igen. Mondhatnánk persze, hogy ez a Mahamudrában történő ülés, a fél lótusz vagy a burmai lótuszos ülés, az is egy nagyon komoly, kitartott formáció, De a nagyfaállásban egy nagyon komoly fizikai pozitúra van, itt, ha megtanulsz így meditációban ülni, a testedet egy idő után teljesen el felejteni. És az a fontos, hogy a mentális részével foglalkozz. Miért? A nagy foállás gyönyörű. Én is csináltam egy ideje, amikor kicsit a csikunkba úgy belenéztem, de... A tantélyen tudatosságot fizikai pozíciótól függetlenül is kell gyakorolni. Tehát a forma nagyon jó, de nem lehet forma függő. Ezt úgy tudom illusztrálni hogyha te nagyon-nagyon megtanítod a vizet arra, hogy mi a csészének a tudatossága, és ezt a víz elsajátítja, akkor lehúzod róla a csészét, és a víz ott marad a levegőben, csésze alakban. Tehát ha a tudatnak meditációban megvan a tapasztalata arról, hogy milyen az a tiszta, tükörszerű, térszerű állapot, akkor egy idő után ülve, állva, járva, fekve, alvásban, ébrenlétben, állomban és életben és halában egyaránt tudja. Egyaránt meg tudja tartani. Tehát néha hasznosabb az, hogyha egy nehezebben elérhető állapotot valósítasz meg, mert hogyha egy könnyű elérhetőségű dolog van, akkor abban nincs erőfeszítés. Ez a fontos. Tehát ha nagyfa, nagyfa. Ha kisfa, kisfa. Ha tűzifa, akkor tűzifa. Ha épületfa, akkor épület. Tehát bármilyen állapotban azt a fát, azt az állapotot azt tudni kell. Jó? Ö, nekem van egy kis problémám az, hogy nem, nem nagyon hiszek a lélekvándorlásban. A lélek Ö... itt létében kéne hinni. A vándorlás Igen. az várhat. Igen, tehát ezen Én kell sem hiszek benne, te. Uh -huh. De nem? a kar, hát hogyne, hát nem a vándorol, viszi a karmája. Tehát. Tehát ezt meg lehet tapasztalni egyébként. Meg, hogy, de ö... Én pont a másik nagyon fontos dolgot szeretném, ha tapasztalnád, a lélek itt létét. Tehát nekem vannak ilyen szupermateriális tanítványaim, szerintem az apám küldte őket föntről, hogy megkérdezik, hogy szunyim, szunyim, én nem tudok hinni a reinkarnációban. Az baj? Én mondom, egyáltalán nem baj, én se hiszek benne. Ezt nem hinni kell, ezt vagy látod, vagy nem. Ha valaki a lélekvándorlást nem óhatja belevenni az egyenletrendszerbe, ne vegye. Itt és most legyél tiszta, tudatú. Nem kell vándorolni. Itt kell lenni. Jó? Jó. Okay. Megnyugtattalak? Igen. Örülök. Igen. Köszönöm. Azért a reinkarnációról még később beszélgetünk. Engem az érdekelne, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik ilyen rendkívül brutális bűncselekmények elkövetésére képesek, hogy ők ugyanolyan emberek, mint mi, akik most itt összegyűltünk, vagy valami hihetetlen? valójukban igen, karmájukban nem. Valami Más karmát hiányz. hoztak magukkal. És ez a karma, ez nagyon súlyos tévedésekkel terhelt, és a téves nézetek nyomán a harag, a kapzsiság, a maguknak és a másoknak való ártás egyaránt benne van. Ők ezzel azonosultak. Az indiai bölcseletben van a három nagy tudatforma, a triguna, az egyik, amiben nagy részt vagyunk, a rajasz, a tűz, fölötte van a szatva, a levegő, a meghaladó, és alatt a tamasz, a fekete, a kátrány. Azok, akik nem is akarnak felébredni, és ilyen elképesztő szenvedtetésen mennek keresztül, ez mind tamasztikus. Még az intelligens fehér bűnöző is. Tehát nem is akarja látni az ok és okozat működését, ha látná, akkor nem követné el. A tamasznak a tartózkodási helye nagy a börtön. A szatvának a tartózkodási helye nagy a templom. A rajasz pedig házban, kórházban, színházban, menedékházban ilyen helyeken tartózkodik. Tehát amikor például a birtoklás birtoklásvágy más emberek rovására megy, akkor ugye valaki lop vagy rabol, hogyha testi sértés is benne van. Nem veszi észre, nem is akarja észrevenni, hogy a kár, amit okoz, az negatív karmaként visszajön hozzá. Tehát lezárja a látást, és tudatosan egy szellemi vakságban él. A rajzsasz, az szűr. A szűrés alatt azt ért, hogy hajlandó látni, de csak azt, ami neki jó. Aztán előbb-utóbb azt is látja, amit látnia kell, nem csak azt, amit akar. A szatvának annyira alacsony az egófoka, vagy esetleg nincs is, hogy nincs megkülönböztetése lényegi szinten maga és más között. Innen van az a szanszkrit mondás, hogy tat tvam asi, te vagy az. És az etad vai tat, hogy ez nem más, mint az. Ezek lényegi szintű kijelentések. Nem pedig jelenségszintű kijelentések. Mert az ég az az ég, a föld az a föld. De a lényegük ugyanaz. És innentől kezdve, ha megnézed azt, hogy kik hárítanak, kik azok, akik nem hajlandóak látni, kik azok, akik az ok- és okozat működéssel eltakarják a szemüket, azok előbb-utóbb írott és iratlan törvény értelmében is bűnt fognak elkövetni. És ez pedig magunk és mások szenvedtetése, sértése annak, hogy mindannyian jogot kell, hogy adjunk egymásnak a teremtésre, a megtartásra és a megtisztulásra. Amikor egymástól elveszük ezeket a jogokat, ez bűn. Több, mint bűn. Hiba. Hogyan tudok a mindennapokban a félelemeimen felülkerekedni? Ilyenkor egy lépést hátra lépsz előre, és megnézed azt, hogy honnan jön ez a félelem. A tudatod tere legyen nagyobb, mint a félelem, hogy az ne töltse be, mert ha betölti, abból pánik lesz. A pánikból pedig ilyen eszeveszett rossz döntés halmaz. Tehát az első az, hogy nem menekülsz és nem harcolsz. Ha bármelyik megtörténne, a félelem csak nagyobb lesz. Az első nulladik szabály, hogy ne félj a félelmettől. Ez a legelső. Második, lásd a félelmet, azt is, hogy ez miből keletkezik, és azt, hogy az mit eredményez. Tehát négy nagy szenvedés van, a születés, öregség, betegség, halál. Hát általában a születéshez beteszem az életet, inkább ez így jobb, hogy van, aki a haláltól fel, holott nem tudja, hogy mi az, és van, aki az élettől fél, holott tudja, hogy mi az. És minden, ami ebben a két nagy dobozban benne van, hogyha mi nem vagyunk tisztában önmagunkkal, a dolgok működésével, a dolgok működését szabályzó törvényel, a darmával, akkor a téves nézeteinkből már félelem keletkezik. Tehát a félelem eloszlatásához tiszta tudat, helyes látás, helyes jelenlét kell. Ha megnézed a négy nemes igazságnak a negyedikét, a szenvedésből kivezető utat, ott van a nemes nyolcrétű ösvény. És mindegyik úgy kezdődik, hogy helyes. Helyes nézet, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes erőkifejtés, helyes meditáció, helyes felébredés. Mitől helyes? Mert mindezt tiszta, nem duális tudattal teszed. Tehát, ha eléred ezt a pontot, az egyé vállás állapotát, akkor megszűnik a félelem. A meghaladó bölcsesség szíve szútrában van egy olyan sor, hogy mivel akadálytól mentes a búdhiszatva tudata, ezért nincs benne félelem, és meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri, ez az énségnek, a hamis önképnek az ellobbanása. Tehát, ha nem félsz a veszteségtől vagy nyereségtől, ha nem félsz az emberektől, ha nem félsz az élettől és a haláltól, akkor ez szükségszerűen minden duális, belső, jóra és rosszra szakadt jelenség meghaladását eredményezi. És ha ez megvan, akkor eléred az ellobbanást, azt a fajta megnyugvást, hogy a dolgokat úgy látod, ahogy vannak, és nem ahogy a reményeid és a félelmeid szűrik. És innentől kezdve van helyes irányvétel, helyes motiváció és helyes szándék. Úgyhogy lehet félelemmentes életet élni, de csak akkor, ha nem félsz a félelemtől. Megjelenik, és el is tűnik egy pillanat alatt. Jó? Szívesen. Az a kérdésem, egy rövid kérdés, hogy tulajdonképpen az egész életünk arról szól, vagy alól kell ilyen szóljon, hogy tudatosan felkészüljünk alára. Hát szerencsére nem erről szól. Na most gondold el, újszülött kigyűn a szülőszobáról, elkezd itt járni, enni, inni, és amikor megtanul beszélni, akkor ilyen három éves kora körül közlöd vele, hogy édes kicsi fiam, örülök, hogy már tudsz gondolkodni, elmondom neked, hogy az élet miről szól. Biztos, hogy nem az lesz benne, hogy mostantól fogva látod, de nagy papádnak is itt van a fejfája, legyél szíves készülni a halára. Tehát ez nem így megy. Tehát legyünk szívesek nem a halára készülődni, különben állandóan ilyen kis műanyag koponyákat kellene kirakni az íróasztalra, és hamletet olvasni. Tehát nem. Az a fontos, hogy amikor élünk, akkor éljünk. És nézzünk az élet mögé akkor, amikor ennek eljön az ideje. Mindenkinek van életközépválsága. Mindenki szembesül a mulandósággal. Mindenkinek a saját karmikus érettségének a függvényében lehet kérdéseket föltenni is, és válaszolni is. Tehát ha nem érett rá, akkor teljesen felesleges. De ha megkérdezi, 7 éves gyerek, olyat tudod kérdezni a halára, hogy leestem a székra. De azt úgy válaszolod meg, hogy egy 7 évesnek kell hallania. Nem úgy, ahogy egy 77 évesnek. Nagyon más. Tehát amikor élünk, tessék az életre készülni, és tessék az életet élni. És amikor a halál tudatossága először megcsap, mert megcsap, és akkor elkezdesz kérdezni. Ez fogja szabályozni, hogy mit lehet elmondani életről és haláról. Remélem, hogy a mai este mindannyian eleget hallottatok ahhoz, hogy további tanulmányokra és gyakorlatra ösztönözöntiteket. Megköszönöm házigazdánknak, Petrának, hogy itt lehetünk. Szabolcsnak, Melindának és családtagjainak a szervezésben való oszlopos részvételt, és mindenkit szeretettel várok holnap. Köszönöm a figyelmet!